Bocson nélkül a lányaink bejutottak az országos döntőbe. Hogyan teljesítettek a Balmazújvárosi állomáson? Én úgy gondolom, hogy megállták a helyüket a gyerekek. Nagyon-nagyon akarták. Elmondtam nekik, hogy az elején hogy két lépcsőfokra vagyunk ahhoz, hogy az ország legjobb 8 csapata között legyünk, és ezt a két lépcsőfokot szépen megléptük. Az első után mondtam, hogy már csak egy, és így tovább, úgyhogy én úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk rájuk. A fizikális különbséget hogyan tudták eltüntetni, hiszen magabiztos győzelmeket arattunk mindkét mérkőzésen? Az első mérkőzésen elég nyitott védekezéssel játszott a Bőcs csapata, így ugye sok befutással és egyegyezéssel tudtunk érvényesülni. A második mérkőzés egy kicsit jobban meg voltam ijedve, mert felálltak hatos falra, és ott csináltam egy váltást, hogy egy ügyes és összeszokott párosomat raktam ki bal kettő és bal szélre, és nagyon jöttek a bal szélről a gólok, tehát megcsináltuk az egyes-kettes közé való helyezkedést, onnan kijátszottuk a szélt, és ez nagyon bevált, úgyhogy ott szélről vertük meg őket. Aztán váltottak a védekezésükön, ott már megint megnyitották a falat, és mi kicsik vagyunk ugyan, de fürgék, ezért ez nekünk előnyös volt. És a döntőben egy kicsit, mintha ránk ijesztett volna a Salgótarján. Kértem a lányokat, hogy türelmesek legyenek, higgadtak, fegyelmezettek. Nagyon örülök neki, hogy azért ez jellemző a csapatainkra, hogy fegyelmezetten játszanak. Oda gól, ide gól, szépen tartottuk magunkat, talán egyszer vezetett egyel az ellenfél, de aztán labdaszerzésekkel elhúztunk, és utána tartani tudtuk ezt a különbséget, sőt, a végére ugye 10 góllal nyerni is tudtunk. Az első félidőben egyértelműen Kovács Lola vitte a hátán a csapatot, aztán a második félidőben jobban figyelt rá az ellenfél, vagy pedig a többiek próbálták levenni a terhet róla? Nyilván fáradt volt fejben is, fizikálisan is, bár egy nagyon okos kislányról beszélünk, de én úgy gondolom, hogy mindenki hozzátette a magáét védekezésben is, támadásban is, utána ugye ezt a bal szélről való lövésünket levették, és akkor ott a Lolára nagyon ráálltak, aztán visszaraktam irányítani. Én azt gondolom, hogy utána is meg tudtuk oldani, hiszen a gólok, tehát nőttek csak a távolság a két csapat között. Kik alkotják a csapatot? A Kalmár DS-e és a Balmazújvárosi Lány Kézilabda Sportegyesület közösen alkotja. Fura és nehéz is volt nekem, mert kaptam ezt a feladatot, hogy gyúrjak össze egy csapatot ezekből a lányokból, és én azt gondolom, hogy mind a szülői segítség, mind a gyerekek hozzáállása maximálisan nem tűnt ki a pályán, hogy különböző egyesületben kézilabdáznak, és tulajdonképpen itt a legfontosabb az volt, hogy mi Balmazújvárosi Általános Iskola néven szerepeltünk itt a mai napon, és így fogjuk képviselni Balmazújvárost, 9. és 11. között Békés Csabán is. Az országos elődöntő első helyezést ért el a Balmazújváros Általános Iskola Balmazújváros, és ezzel bejutott a június 9-11-én Békés Csabán rendező országos döntőbe. Sokszor kapom meg azt a kritikát, hogy én mindig győzni akarok, és én azt gondolom, hogyha a gyerekeket hitelesen akarom képviselni, akkor egy gyerek mindig nyerni akar. Megteszünk érte mindent, nyilván sokkal nagyobb és jobb lenne, hogyha teljesen összeszokottak lennénk, voltak közös edzéseink is, de tehát az biztos, hogy fontos lenne, hogy tiszta korosztály lenne 2004, de mivel ezek a lehetőségeink vannak, mindig abból dolgozok, ami van. Ne menjünk el szó nélkül a szurkolók mellett sem, hiszen igazi hazai pályát varázsoltak itt a König rendezvény központban. A diákok és a szülők együtt biztatták a lányainkat. Ez azt jelentette, hogy szinte 80 vagyunk a pályán? Ez mindig nagyon sokat számít, hogy a szurkolók nem csak hogy kint vannak, hanem hogy lelkesek is. És nagyon örültem neki, amikor megkaptam az e-mailt, hogy hazai rendezésű lehet ez az országos elődöntő, mert mi mindig évek óta csak idegenben tudunk játszani, és hát ez külön jó volt, és intézményvezető asszony segítségemre volt abban is, hogy testnevelés órákról kiengedte a gyerekeket, tehát még az iskola is, tehát ezek a gyerekek, akik a Balmazújvárosi általános iskolát képviselték, ugyanúgy a saját osztálytársai vagy iskolatársai
előtt is játszhattak, és én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen példaképek ők.